Szeretettel köszöntök mindenkit a 8. Megújulás a jövőért programon. Egy néhány gondolatot elmondanék, én Berente Tímea vagyok, és 4 évvel ezelőtt indítottam ezt a programsorozatot, tehát azért lett a 8. Minden tavasszal és ősszel megrendezzük ezt a programot, és lehet, hogy sokan nem értik, hogy miről van itt szó, mert ez olyan egészségnap, ami nem arról az egészségről szól, csak amit eddig gondoltunk, hogy elmegyünk az orvoshoz, hanem egy holisztikus szemléletű, kerek egészet szeretnénk mindenkinek nyújtani, ahol a környezetről is szó van, az emberről, a természetről és ennek az egységéről. És fontosnak érzem, hogy miután minden mindennel összefügg, mindig beszéljünk mindenről. Hát a mai napon is sok mindenről fog szó esni. Első előadónk, akit szerintem már mindenki ismer, mert rendszeresen tartunk vele programokat, dr. Kalmár Gergely növénygenetikus kutató, és én Gergelyt, miután nagyon régóta ismerem, és tegeződünk, megkértem arra, hogy most a klímaváltozás okairól és lehetséges következményeiről beszéljen nekünk. Azt hiszem, egy ilyen nyár után, meg ilyen élelmezési probléma után, mert azért a mi kertünkben is nem sok minden maradt életbe, szeretnénk tudni, hogy mire számíthatunk, és egyáltalán hogy tudunk ezen segíteni. Gergely, átadom a mikrofont, és 35 percet van most már erre. Én szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy olyan dolog, hogy klímaváltozás, adtuk ezt a szót, valaki, mikor valaki, és megszoktuk, használjuk, de ez egy összetettebb folyamat. Mert van egy olyan rendszer, ami a Földnek a klímáját, tehát a csillagállás, a kozmoszban lévő, az univerzumban lévő helye határozza meg. Tehát ezt akaratlanul történik, ez állandó változásban van. Akik a geodinamika tanfolyamon voltak, azok úgy jobban tudják érzékelni ezeket a mozgásokat, tehát maga a naprendszerünk helyzete, akkor a tejútrendszerünk helyzete a világegyetemben. Ez mind befolyással van a Földön lévő klímára. De mindezek előtt, tehát, hogy az ember mit bír ki, mit nem, ez egy fantasztikus dolog. Tehát egyre több olyan leletünk van, hogy az ember 2,5 millió évvel ezelőtt ugyanilyen alakban, mint most, jelen volt, két lábon át, eszközöket készített, és így tovább a Földön. De aztán jönnek, most találjuk meg a következő bolygókat, azoknak a holdjait, és megdöbbentő lesz majd, hogy ott is volt az ember. Tehát ezek a régi ókori rajzokon, ábrákon, amelyek megmaradtak, ott van. Tehát éltünk a Szaturnusz holdján, éltünk a Jupiter holdján, éltünk a Vénusz, tehát az ember az egy fantasztikus, nagy tűrőképességgel létező teremtménye az Úrnak. Tehát aggodalom ne legyen bennünk soha, hogy most ilyen változás van olyan. Most van egy, próbálom felosztani ezeket a klímaváltozási fogalmakat. Tehát van egy, ami az emberiségtől független. Tehát, hogy haladunk most a világegyetembe, egy spirálpályán a naprendszerünk, mert ezt tudjuk mérni, ezt látjuk, különböző térségeket érintve, és most 98 óta a naprendszerünk egy olyan közegbe halad a világegyetembe, amelynek más az összetétele, mint az eddig megszokott közeg. Hát ez állandóan változó volt az év milliók, milliárdok alatt. Most a napfénye más közegen ért be a Földre, mint előtte. És ez olyan 200 évig megy. És ez pontosan megegyezik az asztrológusok azon megállapításával, hogy a Jupiter-Szaturnusz együttállások ezen túl
200 évig a levegős jegyekben lesz, tehát a mérleg, a vízöntő és az ikrekbe, tehát ilyen sorrendben, és ez így fog pörögni, és ez meghatározza az egyes emberek, sőt, az emberiségnek a jövőjét. Tehát már benne vagyunk ám ebbe a változó rendszerbe, 98 óta, mint említem, bár ez az pontos együttállás először 2020-ban fog történni. De nagyon úgy néz ki, hogy addigra már kevesebben leszünk. De nem tűnik el az emberiség. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy hogy le van ez szervezve. Ugyanis önök itt csak a híranyagokat tudják, és egy nagyon nagy problématikába került az emberiség, hogy igen gyors a híranyagok áramlása, és ez mintha irányítva lenne, internet, sajtó, tévé, egyéb, és hangolják az embereket minden hülyeségre, ilyen bohóc vezetők ugrálnak ott, akik kicsit gagyának tűnnek nekünk az intézkedéseikkel egyéb, bár ha megnézzük, mélyebb tartalmai vannak ennek. Ilyennek kell lenni. Tudnélik, önök észre se veszik, maradjunk most a kis országunknál, akkor most már nem is beszélhetünk országról, mert ilyen nincs, hanem Európa van, tehát oda megyek, ahova akarok, és így tovább. Hát ennek a világnak a genetikai rendszere megváltozott, és ezt úgy tanultuk a tanfolyamon, hogy életerő. Tehát eltűnt az például az európai lakosságban az életerő. Ez egy összetett folyamat. Tehát össze kell újra kapcsolódni nekünk a világegyetemmel, az embereknek, hogy újra élet legyen itt, mert megdöbbentő volt, hogy egy 4 hónappal ezelőtt analizáltam Franciaország helyzetét. A francia házasságokban az átlag gyerekszám 1,1. Nehogy azt higgyék, hogy nálunk különb a helyzet. De ugyanabban az országban, az arab-arab házasságokban az átlagos gyerekszám 8,4. Tehát ne higgyenek az unióhoz, hogy 4-6 gyerek, 8,4 az átlag. Tehát lassan a mecsetek bejáratánál fogják árulni az Eiffel toronynak a kicsi nyitett mását. Tehát ez így fog történni, nem tud, ez egy hatalmas, de ugyanez van USA-ba is, és akkor mélyebb tartalma ennek, hogy mi végül is európaiak elfoglaltuk Amerikát, rabszolgasorba tartottunk hány országot egyéb, és ezek szépen a hatások jönnek vissza, de ez tudott volt 1500-ban is. 1500-ban Nostradamus leírja, hogy a teve a rajnából fog inni. És ezt sokan el nem hiszik, de aki már utazott a közelmúltban, az elmúlt 20-30 évben Frankfurt, Köln vonalon, hát a mecsetek tömkelege ott van. Már csak a teve hiányzik, de hogy növekszik a hőmérséklet, a teve elindul fölfelé, mert a strádákat is megépítettük előre, hogy könnyedén guruljon a forgalom fölfelé, és lesz olyan nap, mikor 100 000 jönnek, mert nincs kaja. Mert mi európaiak elfoglaltuk ezeket az országokat, vagy pénzzel, vagy fegyverrel, vagy gyöngyel, és azok meg szép, adtunk nekik gyógyszert, adtunk egészségügyet, adtunk műtrágyát, növényvédőszert, törjétek föl a földeket, szaporodjatok, és beindult a szaporodás, és minden országban többlet van lélekszámban, mint amit el tud tartani. Ha csak egy kontinens mondok, Afrika, az összes szántója lehetséges élelemforrást nézünk, 200 millió ember tud eltartani.
és most mennyien? 700 fölött vannak a becslések szerint, de lehet, hogy 1 millió. Ha nem hordjuk oda naponta nekik a gabonát egyéb, akkor ott éhínség van. Tehát gondoljunk bele, Perzsia megkeresett Kazasztán, már nincs kaja, főszaporodta, és nem elég az élelmiszer. Több oka van ennek, egyszer hibás talajműveléseket ejtettünk, hibás rendszereket, és bizony, ha nincs ennivaló, akkor fegyvert ragadnak és elindulnak. Tehát erre azért ütőképesen minden egyes katonai hatalom készen áll. Tehát nem tudjuk, hogy most mikor, melyik percben robban ki egy olyan háború, aminek atom lesz a vége, és így tovább. Tehát semmit nem lehet becsülni előre. Nagyon egyéni érdekek szabályozzák a Földet, és néhány embernek az akaratát próbálják ránk erőltetni. Tehát itt van az a kis országunk, most átszaladt rajtunk pár százezer ember, nem tudjuk mennyi, csak úgy satszok vannak, bár nagyon pontosan darabra mondják, hogy mennyi, ezeket csak becslések. Tehát annyit, hogy ez az életerő bejön ide, amelynek sokkal nagyobb az életereje, mint a magyarságé, vagy a németé. Na, Németországot megvizsgáljuk genetikailag. 35%-ban már nem német gén. Megnézzük USA-t, ott már 35% indián génanyag van benne. Mert valakinek dolgoznia kell. A fehér már nem dolgozik, a néger sem. És mennyi a gyerek ott egy mexikói betelepültnél? 10-13 gyerek. Tehát néhány generáció és a színesek fogják ezeket a kókler fehéreket irányítani. Tehát ez a törvény. Tehát övéké volt az a kontinens. Tehát nagyon furcsán viselkedtünk mi, mikor diák voltam, ugyanezek a problémák, tehát tudtuk előre, hogy milyen környezeti változások jönnek, és akkor a tanáraim egy része úgy nyilatkozott, nem kell vele törődni, majd az unokáim megoldják. Most van nekünk itt Európában olyan átlag 1,1 gyerek. A szülők már abszolút nem törődnek azzal az egyel, se az egyszem unokával, se, hogy mi lesz a jövőjük. Mindenki csak a mába van. És akkor most nekem a klímaváltozásról kell beszélni, tehát egy része az tőlünk abszolút független. A Földnek mindig változó volt a rendszere, nem csak a hőmérséklet, a levegő széndioxid tartalma, a vizek összetétele, és így tovább. Tehát ezek egy folyamatok, csak most, hogy mi feltaláltuk a hibás dolgok tömkelegét, tehát 1700-as években Newtonra behajolt az emberiség, annélkül, hogy tudta volna, hogy mit tesz. Tehát ez volt a legnagyobb problématikája az emberiségnek, mert volt egy olyan kaotikus állapot, szépen haladt a világ, és akkor jött Newton egy olyan csodálatos dologgal, hogy a gépei működtek. És meglett a kapitalizmus, amiben önök most, én velem együtt itt küzdünk, és próbálunk életet csiholni, mert a kapitalizmus nem tűri az életet. Olvassák el Hamvas Bélát, hogy mi a vége, egy kicsit durva lesz a megállapítás, de ez már megy napjainkba, tehát benne vagyunk. Tehát akkor lett egy tévút. A másik nagy tévút volt az emberiségnek az 1860-as évek. Tehát Newtonnak is volt egy ellenfele, egy ellenpárja, nevezetesen Goethe, a költő, aki filozófus volt, ám nem költő, és nem vette figyelembe senki, hogy az az út a helyes. Akkor jött a 1860-as évek, és a biológiában lett egy megújulás, Mendel megcsinálta a vizsgálatokat, a törvényeket, amit ma se értünk, hogy jött rá, de a teremtő letette neki azokat az összefüggéseket, és megcsinálta a génrendszert.
ő ugyanakkor látta a genetika mélységét, amit ma önök az összes genetikai könyvet elolvassák, nem tudják kivenni belőle, amit Mendel elindított. Most csak azt érti a fiatal, hogy az a buta Mendel megcsinálta a genetikát, és lett génmódosítás. Ha nem lett volna Mendel, nincs génmódosítás. Elnézést, Mendel és Darwin egymással levelezte. Együtt éltek. És a darwini úton megy a genetikánk, és teljesen rossz, mert érdekes az evolúció, az tud fölfelé is haladni, meg tud lefelé is. De ez nem így van. Hát a Darwin utolsó könyvét magyarra le nem fordították önöknek, mert amikor már idős volt, ő is másképp látott, meg hát számtalan emberrel levelezett, és akkor kijött egy olyan problémaköre, amikor leírta ugyanaz a Darwin, aki fiatalon az evolúciót, és ezt tanítják minden, leírta, hogy a fajok állandóak. Tehát ezen el kell ám gondolkodni, és akkor genetikában ezeket szépen tudjuk visszaszedni. Nagyon érdekes dolog még, hogy az egész rendszerünkben a matematika is nagy csődbe került, tehát a Bolyai, Gauss leveleztek. Bolyai együtt tanultak ők, és úgy tanították önökkel, hogy Bolyai megújította a matematikát, de szerintem semmit nem tett, csak leírta az alapokat, és nem lett kifejtve. Gauss meg csillogó egyetemi tanár, doktor, vagy mit, rektor, meg minden volt kinevezve, és ő elindította a hibás matematikát, amin megy ma az egész számítógéprendszer, az informatika, minden. Hol van Bolyai? Tehát megint elmentünk egy ugyanígy kémiába, totál elmentünk egy teljes falsúton, nem csak a biológiába, a fizikát, mint Newton mondom, már előbb elkezdte, és akkor a matematika azt tetőz be mindent, tehát mert a matematikai rendszerünk teljesen hibás, mert az az alap, hogy amit tudunk matematikailag bizonyítani, az az igaz. Amit tudunk mérni, az az igaz. És akkor jön a teremtő és csinál ilyen változásokat, hogy megszületik Jézus. Úgyhogy az édesanyja Mária szült, és nem értjük. De ez a biológia pedig, aki a tanfolyamon részt vett, az tudja, hogy léteznek más univerzumok, más dimenziók, és így meg tud születni egy egyén itt a Földön, hogy az apja valahol egy más dimenzióban van, és ez nem csak itt mutatkozik meg, hanem ha megnézzük a hozzánk csatlakozó méheket, hát bizony ott is az anya, ha előbújik és nincsen apuka, akkor rögtön az első kölkei apukák lesznek. Honnan van az, és számtalan példa, tehát honnan van ez a dolog, tehát ez egy fantasztikum, tehát mi a emberek ne féljünk semmitől, mert össze vagyunk kötve más dimenziókkal. Nem is látjuk magunkat és sorolatnak. Tehát ez a Föld nevezetű bolygó, ezt úgy kell kezelni, hogy mi ide születtünk le. Ez ránk van bízva. Mi vagyunk itt az őrök, az öröknek az őrei és az örökösök. És a gyerekeinknek kell továbbvinni. Na most ez a hatalmas mozgás, mert ez azért a világegyetemben rohan ez a mi naprendszerünk, és mindig más csillagok hatását kapjuk, a bolygók egymáshoz viszonyítva állandóan más pozícióban vannak, ez generál egy folyamatos változást, alakulást, de ez a Föld életéhez hozzátartozik. Az itt lévő összes élőlény tudja ezekre a választ. Tehát a növények, állatok, ember, tehát pontosan tudjuk, hogy mi a válasz. Tehát nekünk az a gondunk most, hogy
a kémia létrehozott egy sereg olyan molekulát, ami eddig nem volt a világegyetemben. És ezeket használjuk gyógyászati célra, növényvédelmi célra, és sorolhatnám tovább. Ezek a borzalmak. És ezek ellen nem nagyon tudunk mit tenni, mert némelyik szinte örök. Tehát amit annak idején, én 74-ben tanultam, hogy az 50-es években kivonták a forgalomból növényvédőszert, az Aldrin, Eldrin, Dieldrin csoportot, azok még ma is ott vannak a talajban, és bizony a mélyen gyökerező növények fölveszik a gyökereikkel, és már eltelt 60-valahány év. Tehát ez egy, ami lekerül a talaj alá, szinte örök után azokat nem bomlanak. De ha önök oda mennek egy növényvédőszer gyárhoz, és mondják, hogy micsoda vegyszer van, mivé bomlik le, önöknek azt a választ adják, hogy széndioksziddá és vízé. Ez nem így van. Gyakran az átalakulási termékek mérgesebbek, mint maga az eredeti hatóanyag. Na most ez lesz a következő, hogy a Monsanto most az egész rendszer, vagy az életerő csökken, mert ezt a orvosi statisztikusok tudják pontosan, akik egészségtannal dolgoznak, hogy bizonyos betegség csoportba elindult a folyamat emelkedővé. Most még Magyarországon a szív- és érrendszeri problémák dirigálnak, de elindul a daganatos betegségek, és ez bent van az egyéves gyerekbe, a száz évesbe, és ez körülbelül 5 év múlva fog kulminálni. Ez érvényes egész Európára, és akik ezt a bizonyos tápszert kapták, ez élelmiszernek van nevezve, és most a Monsanto mondja, hogy ezt ti hülye magyarok, ti csináltatok egy molekulát, és attól van ez, de ezt ne fogadjuk el, mert nem attól van, hanem sokkal mélyebb gyökere van ennek. Tehát most, hogy így csökken, ez a statisztika dolgozik, tehát hogy ne legyen üres a Németország, ne legyen üres magyar, be kell telepíteni, hogy legyen rabszolga, meg adófizető. Ennek ez pontos, sokkal pontosabb az előrejelzés, mint ezelőtt 100 évvel. Tehát ezek finom árnyalatokba jelentkezik. Most nekünk az a fő feladatunk itt, hogy ezt a sok butaságot hogy lehet kikerülni? Először is megnyugtatok mindenkit, hogy van egy rendező elv. Teremtve vagyunk, mi annyi növényvédőszer molekulát megettünk, beszívtunk, megittunk az életünk során, hogy itt a teremben nem szabadna, hogy élő embert legyen. A tudomány szerint, mert halálos dózisok. És mégis vagyunk. Hát a szervezetünk nagyon jó meg van teremtve. A másik, hogy elindultak ezek a daganatos megbetegedések, mert ez okozza, mondom, a következő problémát, erre pedig a teremtő adott rendező elvet. A rendezésnél mindig vissza kell menni az élet csírájára. Tehát az első élő pont a növény. A növénytől tudjuk fölépíteni az állati és az emberi szervezetet. Na most, ha ebbe torzulás áll be, akkor vissza kell menni a növényhez. És figyelni kell a jeleket. Tehát nagyon érzékeny szervezetek kellenek, akiknek az érzékelésük megmutatja, hogy mit szabad enni és inni ebbe a változó világba. De ez a változó világ is ám nem véletlenül van. Tehát, hogy most egy sereg növény el fog tűnni, nem lesz élelmiszer. Elnézést, azok nem is voltak eddig élelmiszerek. Azokat mi alkottuk, csináltunk olyan csupasz csontváz növényeket a szántóföldekre, amelyek a legkisebb rezdülésre összeomlanak, tehát ezért nincs most élelmiszer a Földön. Tehát ez 2017-re fog tetőzni, hogy a élelmiszer hiány, ez itt van a nyakunkon,
És mi hiába raktározunk be élelmiszert ide 7 évre, először is nincs annyi raktára Magyarországnak, mint az ókorban volt, mert a mai gabonáknak a tárolása az teljesen más, mint az ókorban, mert az ókori gabonából egy marék elég volt egy napra. Ezekből megehetünk másfél kilót, hogy az élet meglegyen. Tehát ezek hatalmas különbségek. Tehát a rendező elv szerint el fognak tűnni az átalakított növények, állatok, és azok az emberek, amelyeknek a szervezete nem ide való, de ez nem azt jelenti, hogy az egyén eltűnik, mert aki egyszer volt, annak a lenyomata itt van örökre. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Na most lesz egy ilyen csökkenése a Földnek, mert gyakorlatilag ezt nem tudatosan, tehát nehogy azt higgyük, mert ezt mi kevertük le tudattalanul. Mert az nem, arról én nem tehetek, hogy a szociba is az államtitkártól fölfelé nem kellett iskolai végzettség. A főosztályvezetőknek már kellett valami diplomát nyomtatni valahol utólag, hogy betölthessék a pozíciót, és ez ugyanez megy ma is, és nem találunk egy mérnököt, aki valójában mérnök az európai, vagy a magyar, vagy az amerikai parlamentben. Tehát a mérnök az egy speciális fogalom. Az igazi mérnök olyan, mint az Anisics Ferenc, nem tudom ismerik-e, ő gépész, malomipari gépész, egy szuper ember, 56-ban próbál disszidálni, meghiúsult, utána újra nekivágott, kiment, és egy malomipari gépész csinálta meg a körfolyamatrendszert, és először a filozófia kell, és úgy jöttek létre a csodálatos dízelmotorok. Mert összes többi, a Volkswagen, meg a Mercedes, meg a többi, az egy füstölgő kályha. Ezt tudja mindenki, de hát mivel be lehet csapni a másikat, mert ez nem csak a gépeknél, élelmiszernél, energetikánál minden működik. Tehát ez a baja az emberiségnek, hogy a tiszta gondolkodás eltűnt. Tehát a régi ember, én értem indiánok között is, ránézett a másikra és tudta, hogy ki az. Ma ezt a tulajdonságot elfelejtettük. Tehát nem látunk az állarcok mögé és nem értjük a hülyeséget, mert az egész rendszer, hogy 1,1 gyerek van családonként, az azért van, mert van egy állítólagos karrierépítés, meg a jólét, egyéb. Hát én voltam 85-ben először Németországban, volt egy sereg család Frankfurtban, férj, feleség, és úgy házasodtak, hogy nekik nem is kell gyerek. Ez nem ma indult ám, ez a folyamat. Ma elmennek ugyanoda Frankfurtba, bemennek az állami iskolába, és már nincsen fehér bőrű gyerek. És megnézik a tanárikat, ma azok is színesek. Tehát azért mondom, ez ilyen gyors, pár generáció, és lecserélődik az európai lakosság. És eltűnik az a kultúra, amelyet mi olyan büszkén nevelgettünk és hitegettünk, hogy ez alapján megy az ember és tökéletesség. Majd lesz olyan, mikor nekem kell lehajolni az eldobott szemetes zsebkendőjé, mert én gyaur vagyok, és tennem a szemetesbe. Mert más a vallás. Hát azoknak van istenük, nekünk nincs. Na most a Föld nevezető bolygó, tehát teker, más a napfény, kifehéredett a napfény, ezt úgy vegyük, tehát más a színskála, a növény, ember, állat másképp viselkedik. Más a hőmérséklet, és nehogy azt higgyük, hogy fölmelegedés van, tehát ez egy tévedés. Ugyanis még a jégkorszaknak, az utolsónak nincs vége, tehát még van egy folyamat, és innentől kezdve fog kezdődni, nem tudjuk, hogy idén, jövőre a Földnek az újra való lehűlése. És újra vissza kell mennünk a barlangokba és egyéb, de ezt nem győzzük ám mi ezt élelmiszer tartalékkal egyéb,
hát egy ilyen butaságba bele ne menjenek, hogy betárolok, mert ez egy folyamatábra, hogy nem lesz kaja. Itt nekünk más kell, tehát kellenek azok a növények, amelyek minimális gondozás mellett is meg tudják az életet alapozni. Mellette nagy problémát jelent a vegyi szennyeződés. Ez olyan durva volt, hogy USA úgy lett elfertőzve, hogy az elején a vegyipar 500 méter mélyre lenyomta a szennyvizét, és akkor lent a szépen szétterült és elrendezte. Nálunk se, itt is van település, nem mondom a nevét, egy kisváros, ahol az akkori polgármester a városka szennyvizét a régi kútba nyomatta le. Ez Magyarország. Akkor itt, amikor 88-ban elindult a maszek világ, akkor a külföldiek megvettek egy sereg házat, amiben volt pince, megrakták kegyszerrel, aminek a megsemmisítési költsége borzalmas, kint németeknél vagy egyéb, és akkor befalaszták és itt hagyták nekünk. És sorolhatnám tovább. És ezekben mind mi magyarok, mint partner részt vettünk. Eladták először a Kunsági Nemzeti Parkot, és akkor vagonszám hordták be az ipari szennyezést hordószám, és tették a homokba le. Soroljon tovább. Tehát ezeket mi, ez magyarok nélkül nem ment volna. Na most a klímaváltozásnak ezen dolgait, tehát a Föld hatalmas dolgot tud. Nehogy azt higgyük, hogy ezek gyors változások. Mert ahogy melegszik a Föld, nagyobb a páratartalom, több felhő lesz, visszahűl, egyéb dolgozik. Itt a vegyi anyagok körül mozogám a rendszer, mert csináltunk egy sereg vegyi anyagot, egy része nyugszik lent, vizekbe, talajba, tengerekbe. Nem tudjuk az óceánokban mennyi van, a Fekete-tengernek már csak a felső 30 méterre élhető. Lent ott van egy sereg kén, és bármikor berobbanhat az egész Fekete-tenger. Ugyanis a talajokból meg eltűnt a kén, a rendezőelv alapján most vagy Yellowstone fog eldurranni, az egy hatalmas nagy kén tartaléka a Földnek, vagy a Fekete-tenger, mert a ként újra el kell osztani a Földön. Tehát ezek a rendszerek. Tehát eszméletlenül a vegyi anyagok körül megy a dolog, mert a Föld egy élő bolygó. Tehát ha valami gond van, ő rendezi a dolgot, tőlünk független. Ha mi most több szennyezést tettünk ki, akkor ő szépen fogja növeli a légmozgás, tengermozgás, vízmozgás sebességeket, és egyre több tornádó, hurikán lesz a Földön. Egyre több cunami, és így tovább, tehát ami megmozgat mélyebb rétegeket is. Tehát a Földnek van egy természetes változása, van egy másik, amit mi okoztunk, és ez a Föld áramlatainak a gyorsaságába fog változni, tehát a ciklonok most már érezhetően nagyobb átmérőjűek, fölviszik a meleget, lehozzák a hideget, tehát kiegyenlítő rendszerek jönnek, a tengervíz magassága növekszik, tehát pontosan tudjuk, hogy most már vészjelzés van Floridában egyéb, és akkor jön majd a Anglia déli része, akkor, amikor a vaskapu be fog omlani, akkor a Magyarország déli, tehát ott vagyunk, itt is víz lesz. Tehát ezek a részek, mert a Föld így dolgozik. A másik dolog, hogy a klímaváltozásnak van egy gazdasági oldala, ami megint a pénzvilághoz köthető. Tehát itt mindenki a legkisebb hülyeséget is már forgatja a saját zsebére, hasznára egyéb, nem törődve a butasággal, hogy ő mit tesz. Tehát algóra és így tovább, amiket csinálnak, ő előadja, hogy ő micsoda szakértője ennek a dolognak, ilyen nincs. Mindenki ennek a kérdésnek saját maga a felelőse, szakértője. Tehát nekünk ilyen nincs, hogy általános védelem a klímaváltozás ellen,
Mi nekünk kell érezni, hogy a növény, én is eltévejettem idén, kiültettem egy növényt a napra, és pár nap alatt szépen a napfény megette. De önök is tapasztalják ezt, tehát bizonyos esetekben úgy kell már gazdálkodnunk, hogy árnyékoló növényeket kell telepíteni, ami nem hoz más hasznot, csak hogy a kultúrnövény megmaradjon. Tehát hatalmas gond. Idén volt még egy akkora dolog, amit önöknek el kell, hogy mondjak. Én fiatalon mértem a kukoricásokba a léghőmérsékletet. A mikroklíma, úgy nevezik ezt. Abban az időben kint volt 36 fok a nyári melegben, hőségnapok azok olyan 38-nál kezdődnek, ezeknek a száma most már Isten tudja mennyi lett az országunkban. Na most 36 foknál bent a kukoricásban 21 Celsius fok volt minden évben. Most idén 38-40 fok volt kint, és akkor mérjük itt Csongrád megyében, mérjük Komárom megyébe, és 50 fok feletti hőmérséklet. Honnan van ez? Most képzeljük el, hogy mekkora rendezés. Hát ott megfőződen a kukorica. Hát ezt a hőmérsékletet nem bír. Tehát kint van ennyi, és az állományban meg magassa. Tehát át kell gondolni, hogy hány oldalról kell, mert ezt mind mi hoztuk ám létre. Mert ez eddig nem volt. Tehát a védelemnél az, hogy olyan növényeket, állatokat tartsunk, és ahogy a főorvosok, orvosok sorba mennek ki tanyát venni, és letermelni a saját elemózsiát, mindegy, hogy debreceni, pesti vagy szegedi, ezt meg kell nekünk is újra tenni, hogy saját magunkat ellátni, és vagy ismerőstől vásárolni, mert a többi minden olyan bizonytalan, mint az egész világú. Én úgy nevezem a mai világot, hogy olyan körülbelüli a mi világunk. Tehát semmit se tudunk pontosan vagy biztosan. De ami bennünk van, az higgyék el, az helyes. Ezt kell megtalálni. Köszönöm.